Köszöntöm nézőinket, Önök Hozam című gazdasági magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok, nézzük, mi fért mai műsorunkba. Szavatossági és jótállási szabályok védik a vásárlókat. Drasztikusan tovább emelkednek januártól az építőanyag árak. A szakképzés népszerűsítő diákversenyt szerveztek. Jégkár mérséklő rendszer eredményei 2021-ben. Ajándékvásárlás esetén sok embernél előfordult már, hogy hibás, nem megfelelően működő terméket vett. A Tolna megyei kormány hivatal fogyasztóvédelmi osztályának vezetője szerint ilyenkor több lehetősége is van a vevőknek. Amennyiben viszont a meglepetés mérete nem jó, vagy egyszerűen nem tetszik a tulajdonosának, a kereskedőt semmilyen jogszabály nem kötelezi az áru visszavételére. Karácsony közelettével legtöbben a tökéletes meglepetést keresik, ennek következtében pedig jelentősen megnő a vásárlások száma. Azonban sokan nem tudják, hogy milyen szabályok vonatkoznak arra, ha az ajándéknak szánt termék nem váltja be a hozzáfűzött reményt, esetleg minőségi hibás. Ebben az esetben fontos tudni, hogy 2 évig úgynevezett szavatossági jogokat érvényesíthetnek a vevők. Nagyon fontos tudni, hogy a vásárlástól számítva 24 hónapig szavatossági jogainkkal élhetünk, amely megoszlik. Az első 6 hónapban a kereskedőnek kell bizonyítania azt, hogy a hiba a vásárlást követően keletkezett, a 7. hónaptól a 24-ig pedig a fogyasztóra esik át ez a bizonyítási teher. Amennyiben tartós új fogyasztási cikket vásárolunk, akkor a jótállási jogainkkal élhetünk a kereskedő felé. Ez a termék vételárától függően 1, 2 vagy 3 év jótállási idő lehet. Jótállás esetén sokkal több jog illet meg minket, mint a szavatosság esetén, ugyanis itt vonatkozik a termékekre a 3 munkanapos cseregarancia vásárlástól számítva, vagy akár hogyha 10 kg nál több tömegű terméket vásárolunk, akkor a kereskedőnek kell biztosítania, hogy a terméket elszállítja. Illetve január 1-től többletjogokat vezettek be a jótállásos termékkörökbe. Ugyanis, hogyha amikor javításra átveszik, és rögtön bebizonyosodik, hogy a termék nem javítható, akkor 8 napon belül cserélni kell, vagy a vételárat kell visszatéríteni. Hogyha a 15. nap után sem tudják, hogy javítható-e vagy sem, akkor értesíteni kell a fogyasztót, és hogyha 30 nap eltelik, akkor is cserélni kell, vagy vissza kell téríteni a vételárat, és ezek a többletjogok, ezek a fogyasztók támogatására kerültek bele igazság szerint a jogszabályba. Online rendelés esetén pedig nem kötelezhetik a vásárlót arra, hogy az eredeti csomagolásba juttassa vissza az árut. Nem, ez a szabály, ez nem él, tehát nem vagyunk kötelesek megőrizni a dobozt. Igazság szerint a vásárlás bizonyításához a nyugtára, a számlára van szükségünk, és ezzel már érvényesíthetjük is fogyasztói jogainkat, hogyha online vásárolunk, akkor pedig megillet minket a 14 napos elállási jog a vásárlástól számítva. De így karácsony közelettével azért az üzletek azt tartják, hogy 30 napig visszaveszik, vagy levásárolhatják, vagy cserélik a termékeket, hogyha esetleg nem tetszik a megajándékozottnak. Tehát fontos, hogy tájékozódjunk arról, hogy milyen plusz lehetőségeket ajánlanak fel. Hibás teljesítés esetén 5 féle szavatossági jótállási igényt érvényesíthetnek a vásárlók. Többek között kérhetik a termék javítását, cseréjét, az árleszállítást, vagy a vételár visszafizetését. Ugye a fogyasztói jogaink, a kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás a szerződéstől csak abban az esetben illetnek meg minket a jogszabály alapján kötelezően, hogyha minőségi hibás termékről beszélünk. Tehát a cég jó indulatán múlik, hogyha azért, mert nem tetszik mondjuk a megajándékozottnak, akkor kicseréli vagy visszaadja a termék vételárát, mert akkor az nem számít minőségi hibának. Viszont hogyha minőségi hibás a termék, akkor csak is olyan terméket vagyunk kötelesek elfogadni cseretermékként, ami az eredetivel teljes mértékben azonos.
ha minőségi hiba lép fel, amennyiben nem sikerül rendezni a kereskedővel a problémát, akkor az illetékes fogyasztóvédelmi osztályhoz és a békéltető testülethez fordulhatnak. Nagyon fontos, hogy a kereskedőknek ilyenkor, mikor minőségi kifogásról jelentünk be panaszt, akkor fel kell venniük egy jegyzőkönyvet, tehát ott már kell bizonyítani azt, hogy ő elkezdett foglalkozni a fogyasztó panaszával. Ennek a vizsgálatát a fogyasztóvédelmi osztály tudja kezdeményezni, hogy megtörtént-e, és hogy érdemben intézték-e a panaszát. Hogyha már egyedi szerződéses jogvitáról van szó, tehát hogy most nem adja vissza a termékvételárát, viszont a fogyasztó pedig a termékvételárát szeretné, akkor pedig a békéltető testületnél tudunk illetékmentes eljárást kezdeményezni. A vevő a jogait azonban csak akkor tudja érvényesíteni, ha megőrzi a nyugtát, hiszen ezzel bizonyítja a vásárlás tényét. Komoly kihívást jelentett 2021-ben az alapanyagárak erőteljes ingadozása, nem csak az építőipar, hanem az építőanyag kereskedők és az építkezők számára is. Az árakat jelentősen befolyásolta az energiahordozók, főként a földgáz, az elektromos áram és a gázolaj árának emelkedése is. 2022. januárjától átlagosan 20%-os további drágulásra lehet majd számítani. Átlagosan 20%-kal drágulhatnak januártól az építőanyagok a gyártókat sújtó költségemelkedések miatt. Komoly kihívást jelentett 2021-ben az alapanyagárak erőteljes ingadozása. A növekvő árakat nagymértékben befolyásolta az emelkedő energia, fuvarozási költség és az infláció is. Egyrészt azért szomorú, mert már most is az egekben vannak az árak, hiszen a tavaszi áremelkedés az azért nagyon sok biztosítékot kivert. Sajnos a tényezők, amik az áremelkedés mellett szólnak, azok alapvetően megvannak. Az olajáremelés ugye mindenkit sújt, hiszen a szállítás megemeli az árakat. Gondoljunk bármire, tehát egyszerűen van egy alapanyag beszállítás, már ott ugye ez hatványozottan jelentkezik, utána ki kell szállítani az árut. Az infláció ugye nem ellene dolgozik, és hát hozzá kell tenni, hogy akkor, amikor a kereslet ugye nagyobb, mint a kínálat, tehát ugye ez a kereskedőket abszolút arra sarkalja, hogy emeljenek egy kis árat. Gond nem az áremelkedése van, hiszen mindig van áremelkedés, mindig volt áremelkedés, hanem a tendencia. Tehát nekünk most az a problémánk, hogy nagyon magas szinten stabilizálódott a 2021-es árszint, és hogyha még erre 10-20-30% rá fog rakódni, az a globális árban közel egy 10%-os áremelkedést fog jelenteni. A magánépítkezésekre is erőteljesen kihat az építőanyag áremelkedés, megfontoltabban kezdenek bele egy esetleges építkezésbe, vagy a már megkezdett házépítés tovább elhúzódhat, hiszen sokak anyagi helyzetét átrendezte a pandémia, illetve a banki hitelek kamata is felszálló ágban vannak, ami szintén megnehezíti az építkezni vágyók helyzetét. Problémát jelent a szakember hiány is, mondta el Korcsmár István, az Aliszkabau ZRT ügyvezetője. A gond a szakember hiány. Tehát nálunk most már évtizedek óta nagyon, hát, hogy fejezem ki magam, tehát nagyon gyenge, én megkockáztatom, hogy nincs is nagyon szakmunkásképzés, ez az egyik problémánk. A másik problémánk, amit ennél sokkal nagyobb problémának tartok, vagy sokkal nagyobb gondnak tartok, hogy nincs becsület a fizikai munkának. Tehát nem tudunk a fiatalok elé egy olyan életpályát vázolni, hogy ő elmenjen köművesnek, ácsnak, de hát szerintem ugyanezt el lehet mondani a Molnárról, vagy az autószerelő, vagy bármiről, és ez előbb-utóbb visszavitt. Tehát nem lehet mindent automatizálni. Biztos, hogy vannak olyan gyárak, üzemek, ahol nagyon jól működnek az ipari robotok, mi esetünkben nem. Abba, hogy emelkednek az árak, abban vastagon benne van az, hogy az utolsó 5-6 évben, és ezt nem csak magunkról mondhatom, hanem az építőipar összes ágáról, nagyon nagy béremelések voltak. Most már az építőipar nem az a népgazdasági ágazat, ami mondjuk 5-10 éve ezelőtt volt, hogy a mezőgazdasága nagyjából ugyanott kullogtunk, mármint bérszínvonalba. Nem. A gond az egyszerűen az, hogy nincs ember. Tehát, de mondom, ez nem csak nálunk gond, tehát ez nem csak az építőiparban gond, ez bárhol. Tehát mindenki inkább
irodába ül, mindenki a gyerekéből diplomást akar csinálni, nincs becsület a fizikai munkának. Elmondom önnek, hogy nálunk egy jó szakmunkás, az szerintem kétszer annyit keres, mint mondjuk egy könyvelő. Sőt, hát nem mondjuk, hanem most a saját cégemet nézve ez ténylegesen így van. A magas építésben a műanyag termékek, épületgépészeti termékek és faanyagok tekintetében 10-20%-os emelkedésre lehet majd számítani. A transportbeton előállítás kapcsán 4%-os eltérés tapasztalható, míg a kiselemes beton termékek tekintetében ez a szám 3-5%-ot jelent. Emellett a mélyépítésben is drágulás mutatkozott az utóbbi időszakban, tudtuk meg Kólya Józseftől. Nyilván a kivitelezés során mi is találkozunk az előbb már utalt magasépítési termékek nem egészen kezelhető kétszámjegyű ármozgásával. Természetesen ezekben az esetekben próbáljuk ezeket a költségeket kellő mértékletességgel kordában tartani. Itt nyilván a beruházói rész az, amely elszenvedője ezeknek az áremelkedéseknek, mint végső kifizető egység. Nálunk a mélyépítésbe, hogy visszatérjek a mi kereskedelmi tevékenységünkhöz, leginkább a betonacéltermékek azok, amelyek ilyen jellegű rapszódikus mozgása figyelhető meg. Itt a 10%-tól egészen a 60-70%-ig terjedő ármozgásokat tapasztalunk. Nem is tudunk más tenni, mint hogy napi árakat alkalmazunk a beszerzési árakhoz viszonyított, vagy arra épülő és számított napi eladási árakat, vagy éppen felhasználási árakat. A rapszódikus mozgás nem mindig racionális, tehát valamilyen szinten talán egyetemleges generáltságokat is tudunk vélelmezni e mögött, a dolog mögött, ugye nemzetközi kereskedelmi piac és ellátórendszer áll ez mögött, de természetesen nem tudunk mást tenni, mint hogy alkalmazzuk ezeket a beszerzési árakat. Kólya József azt is hozzátette, hogy az építőipar lendülete nem tört meg. Az idei évben is a tavalyi évet bázisként tekintve két számjegyű árbevétel növekedés prognosztizálható. Az infláció mértéke előre láthatólag nem fog változni, és ezt a helyzetet a kivitelő cégeknek mindenképpen kezelniük kell. Erről is beszélt Kólya József. De akkor járunk el helyesen, ha kellő mértékletességgel építjük be az árainkba ezeket az inflációs rátákat. Természetesen kell, hogy foglalkozzunk az árnövekménnyel, de megfelelő logisztikai, organizációs körülmények kialakításával valamelyest tudjuk tompítani ezeket az árnövekményeket. Az építkezők és a lakásfelújítást végzők, ha előre terveznek és még idén megvásárolják az építőanyagot a várható áremelkedések miatt, jelentős megtakarítást könyvelhetnek el. A megvásárolt alapanyagokat raktározzák otthon vagy az építkezés helyén, hiszen sokat nem feltétlenül kell fedett helyen tárolni, az udvaron is el lehet helyezni. Aki most előre gondolkodik, sokat megspórolhat. A szakképzést népszerűsítő diákversenyt szerveztek Tolna és Baranya megyei 8. osztályos csapatoknak. A pályaorientációs kalandőrület során a gyerekeknek 10 órán keresztül kellett online formában a szakmákkal foglalkozó feladatokat megoldaniuk. A program a Tolnáért Közhasznú Nonprofit Kft. És a Tolna megyei szakképzési centrum szervezésében valósult meg. Televíziónk pedig végig közvetítette az eseményeket. Előre megadott kritériumok alapján kellett csapatzászlót készíteniük a gyerekeknek. Ez volt az egyik feladata az idei pályaorientációs kalandőrületen. A versenyre idén 15 csapat nevezett, nekik online megkapott, gyakran humorral teleszőtte a szakképzés népszerűsítő feladatokat kellett teljesíteniük. Sziasztok! A pályaorientációs kalandőrület újabb helyszínre érkezett. A Hosszúhetényi Általános Iskola második csapatánál járunk. Televíziónk stábjai egész nap folyamatosan beszámoltak a verseny aktuális állásáról. Munkatársaink felkeresték az összes csapatot, emellett a szervezőkkel beszélgettek a szakképzésben rejlő lehetőségekről, és természetesen a pályaorientációs kalandőrületről. Eközben Tamásiban a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Vályi Péter szakképzőiskolában kialakított operátori irodában a verseny bírói
szakmai megállás nélkül dolgoztak, minden csapattal állandó kapcsolatban álltak az interneten keresztül, valamint a beküldött feladatokat értékelték. Ez a koordinátor iroda, innen küldjük ki a feladatokat, itt várjuk vissza, amit látjátok itt a háttérben, kivetítőkkel, laptopokkal, projektorral dolgozunk, itt értékeljük a megoldásokat, hogy elfogadjuk-e, itt írjuk a menetleveleket a csapatoknak, hogy ki mikor kapott meg egy-egy kalandot, és mikor küldte vissza. Ezek már pénteki felvételek, a díjátadón készültek. Idén a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 10 karakter nevű csapata nyerte a pályaorientációs kalandőrületet. A gyerekeknek közel 11 óra folyamatos munka után sikerült megoldaniuk a győzelemhez szükséges 13 kalandot. Először nagyon izgultunk, hogy fog történni. Rengeteg feladat volt. Gyors megoldásnak, logikusnak és kreatívnak kellett lenni. A csapatok között idén 3 Baranya megyei is volt. Nevezések érkeztek Vásárosdomborról és Hosszúhetényből is, sőt a tavalyi első helyzet Vásárosdombó idén a dobogó 2. fokára állhatott fel. Hihetetlen volt a hangulata az osztályban, illetve az osztályteremben, ahol zajlott a verseny. Nem is látjuk szinte őket így dolgozni, ilyen lázasan és ilyen szellemben dolgozni az iskolai időszak alatt, hetek alatt. A motivációra nem igazán volt szükség. Ugye benne vannak a pályaválasztásban is, és a pályaválasztás cím benne van ebben a versenyben, tehát a címében benne van ez a dolog. Igazából ez motiválta őket, hogy mi az, amit tudnak profitálni ezzel a versennyel kapcsolatban. Úgyhogy ezért tettek részt ebben a versenyben ők. De nem csak Vásárosdombó, Hosszúhetény is hasonlóan eredményesen szerepelt az idei versenyen. A településről 2 csapat nevezett, végül a HHT Gang a 3. helyen végzett. És nagyon élveztem, ami kedvenc részem, én is csak feladatot tudnék mondani. Nekem nagyon tetszett, amikor a husztat át kellett írni, és meg kellett egyezni ugye a magánhangzók számának. Nagyon élveztem a feladatot megírni, és ott együtt dolgozott a csapat, aztán lemenni, kérni kölcsön egy autót, akkor ott előtte ezt leforgatni. Számomra ez nagyon jó volt. A gyerekeknek a nap során online megkapott a szakmákkal foglalkozó feladatokat kellett megoldaniuk, az eredményeket pedig szintén interneten kellett visszaküldeniük. Erős volt, mint mindig az idei mezőny is. Ugye a tavalyi iskolák is játszottak idén, tehát azok mindenképp újra neveztek, akik tavaly játszottak. Ez nekünk egy jó visszajelzés, pozitív visszajelzés, ezek szerint jól éreztük magunkat. Illetve újabb iskolák is bekapcsolódtak a játékba, és még mindig bízunk benne, hogy jövőre még inkább bővíthetjük a játszócsapatok körét. A verseny főtámogatója idén is a Tolnáért Közhasznú Nonprofit Kft. Volt. Varga Stadler Gábor, a vállalat ügyvezetője azt mondja, a pályaorientációs kalandőrület tavalyi sikere után nem is volt kérdés, hogy a diákversenyt idén is megrendezik. Ez a csapat nagyon jól együttműködik, nagyon jól élvezzük, amit csinálunk, terveztük is, hogy így fogjuk ezt csinálni. És hát elmondhatom, hogy igazán tényleg jó sikerült, 15 csapat jelentkezett, 14 csapat zárta a versenyt, és a hangulat az meg kiváló volt, mindenki ezt erősítette meg ezen az ünnepségen a mai napon. A Tolna megye önkormányzata minden téren több eszközzel próbálja segíteni a megye gazdaság fejlődését. Ugye a nagyon nagy globális cél a gazdasági fejlődés segítése, az életszínvonal növelése, foglalkoztatási szintemelése. Tehát ezek köré épül föl ez a foglalkoztatási paktum projekt, ami 5 éven keresztül zajlott, és most jövő júniusban zárul. Tulajdonképpen ezeknek a mérőszámai már teljesültek. Többféle feladat köré csoportosult ez a paktum projekt. Ugye az egyik legnagyobb az a munkanélküliek, hátrányos helyzetűek ismételten foglalkoztatási rendszerbe vonása, munkához juttatása, de emellett ugye alakult menet közben is ennek a paktumnak a belső feladat összetétele. Rájöttünk a partnerekkel, amire egyébként nem volt nehéz, és mások is rájöttek, hogy igazából bázist úgy tudunk teremteni a prosperáló megyei és országos szinten hasonló helyzet, a régiót pedig is ugye ismerjük, Baranyát és Somogyot, hiszen együtt dolgozunk, hogyha segítjük a térségben működő vállalkozásokat, kis, közepes és mikrovállalkozásokat, azzal, hogy az utánpótlást, a 8-os a pályaválasztását próbáljuk segíteni, figyelemfelkeltést arra, hogy válasszák a szakiskolákat, és válasszák ezt az életpályát, amit most az új szakképzési törvény biztosít számukra,
ami egy óriási lehetőség a korábbiakhoz képest. Tehát aki élni akar vele, az biztos olyan életpályát fog megtudni, ami számára egy örömteli munkát, lehet így mondani, és biztos megélhetést, jó anyagi körülményeket biztosít. Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja szerint a pályaorientációs kalandőrület feladatai segítenek a fiataloknak abban, hogy megtanuljanak projektekben gondolkodni. Erre pedig nagy szükségük lesz, mert manapság a szakmákat művelők is így dolgoznak. Ha nem tanítjuk meg gondolkodni, közösen együtt dolgozni, használni a tudást és használható tudást a gyerekek számára adni, akkor vagyunk bajba. És ez a vetélkedő tulajdonképpen ebben segít nekünk, hogy már látják a nyolcadikosok, hogy mi vár rájuk. Az, hogy a szakképzés újra egyre népszerűbb, már a beiskolázási számokon is látszik. A 2021-22-es, tehát a mostani tanévet, hozzávetőlegesen majdnem 15%-kal többen tudtuk kezdeni, mint az előző tanévet a 9. évfolyamon. Ez nagyon-nagyon örvendetes, számunkra ez egy óriási nagy előrelépés jelent. Hát ennek nagyon sok összetevője van. Én hiszek benne, hogy egy ilyen egész napos pályaorientációs rendezvény is segít ebben. Mint ahogy ma is hallottuk, 7. osztályosok is már részt vettek rajta, nem csak 8-osok. És akiket egyszer ez megérint, azt bízom benne, hogy már jövőre majd bennünket választ. A Tolna megyei önkormányzat elnöke a díjátadó után azt mondta, a hasonló programok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek megtanuljanak kitartóan dolgozni egy-egy biztos megélhetést garantáló szakma elsajátításáért. Hát ez olyasmi, mint az iskolában az oktatás. Hogyha csak a munka van, akkor az száraznak tűnik, de amikor ilyen érdekes feladatokon keresztül ismerkedik meg az ember bizonyos tudással, akkor a sokkal könnyedebben emészthető, nagyobb örömet okoz, és valószínűleg jobb lesz a hozadéka is. Nem idén kezdtük el ezt a munkát, nagyon régóta próbálgatjuk azt, hogy hogyan lehet a fiatalokat bevonni a társadalom aktív dolgozó részébe, és úgy látom, hogy itt Tolna megyében, de itt voltak baranyaiak is, úgyhogy Dél-Dunántúlon itt ez jól működik ez a dolog. Minél több ilyen dologra szükség van, akkor reményeink lehetnek arra, hogy itthon maradnak a gyermekeink, itthon dolgoznak, a vidéket tudják továbbra is erősíteni. A legjobb diákcsapat idén nagyértékű tableteket nyert, de nem csak az első három közösség munkáját ismerték el a szervezők, sokan ugyanis külön díjakat is kaptak. Televíziónk a kurdi kalózokat lepte meg könyvekkel. A Tolna megyébe telepített közel 40 darab jégkármérséklő rendszernek köszönhetően jelentős mértékben csökkentek a jégeső okozta mezőgazdasági, lakossági és ipari károk. A rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket, így a megyében a jégkár aránya az összes bejelentett káron belül idén nem érte el a 2%-ot. A jégkárok elleni védekezési időszak idén április 15-től szeptember 30-áig 169 napig tartott. Tolna megyében 40 napon kellett bekapcsolni a generátorokat. Magyarországon 2018 májusa óta európai viszonylatban is egyedülálló védekezés zajlik, sehol máshol nincs ilyen fokú lefedettség. Az ország 986 pontján elhelyezett generátorokkal mérséklik a jégeső okozta károkat. A rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara építette ki és üzemelteti, működésének finanszírozását az Agrárminisztérium segítségével a kárenyhítési alapból történik. Botos Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezetének igazgatója beszélt az idei év tapasztalatairól. Az idei év, ami egy elég extrém időjárás körülmények között zajlott le, ez nem is volt az elmúlt időszakban ilyen szélsőséges időjárás, így nagyjából 39 ezer hektárra jelentettek be károkat a gazdálkodók. Mielőtt 2018-ban indítottuk meg a rendszernek a működését, 2017, 16 és 15-ben átlagosan olyan 32,5%-os kárbejelentés történt, ami jégkár jellegű bejelentés volt. Ez lecsökkent így, például 2021-es évben ez már csak 8,5% volt. 39 ezer hektár jelentettek be ebbe az évben jégkert, az azt megelőző időszak pedig átlagosan 79 ezer hektár volt, ahova bejelentettek jégkert. Ez a csökkenés a 32%-ra történt, a 8%, ez nagyjából ugye egy negyedére csökkent vissza, úgyhogy megvan a létjogosultsága és megvan a hatékonysága ennek a rendszernek, viszont azt is hozzá kell tennem, hogy Tolna megyében ez a kár, ez a 8% nem 8% volt, hanem 1,90, közel 2%-ban tulajdonképpen. Tolna megyében közel 40 generátor üzemel. A generátorok kezelése nagy felelősség, a jégkárok elleni védelmet csak kezelőkkel együtt lehet véghez vinni.
Az idei évben Tolna megye legjobb generátor kezelője Rácz Vincéné volt. Kétfajta generátor működik az országban, van egy manuális generátor, és van egy olyan generátor, ami automatikusan kapcsolódik be. Ez egy SMS rendszeren keresztüli információ közlés történik a kezelők felé. Kapnak egy értesítést, hogy várják a meteorológiai intézettől, hogy mikor várható viharkár, mikor várható jégkár, és hogyha megkapják ezt az SMS-t, akkor ki kell menni a generátorhoz, és be kell kapcsolni. Tulajdonképpen a manuálisnál ezt jelenti, az automatánál központilag irányítjuk ezeket a generátorokat. Nyilván ezek olyan helyekre van letelepítve, ahol nem tudunk személyesen eljutatni generátor működtetőket. Tolna megyében a legmodernebb technikával védekeznek a jégkárok ellen. A generátornak az a lényege, hogy ez az ion, amit belőlünk a felhőbe, ezzel optimalizáljuk, vagy csökkentjük a jégnek a nagyságát. Tehát ez annyit jelent, hogy borsó, cseresznye, és néha egyes esetekben dionagyságú jég esik le. Nyilván ez a méretétől függően okozhat nagyobb károkat is, főleg, hogyha mondjuk dioméretű esik le. Viszont, hogyha borsó vagy cseresznye nagyságú, az már nem okoz akkora mértékű károkat. Ha ez nem lenne ez a talajgenerátor, ezt nem üzemeltetnénk, akkor lényeges nagyobb károkat okoznának ezek a jégeső zivatarok, és a környező országokból például, amik átjönnek hozzánk viharfelhők, azokat nem is tudjuk igazából kezelni. Jellemzően ebből fakad a legnagyobb kárunk, hogy a környező országban nem üzemeltetik ezeket a rendszereket ilyen mértékben. Itt viszont, hogy amik magam helyileg Magyarországon jönnek létre ezek a viharcellák, itt ezekben az esetekben tudjuk kezelni nagy többségében, és tudjuk csökkenteni a kárnak a mértékét. Ez egyébként az a kár, ez nem csak arról szól, nem csak a mezőgazdaságot érinti, hanem valójában az ipari létesítményeket is megvédi valamilyen szinten, az ingóságokat, az ingatlanokat is valamilyen mértékben csökkenti. Ez, hogyha itt most kárhányadban néznénk, akkor éves szinten, vagy kárösszeben néznénk, mióta ezt a rendszert mi üzemeltetjük, azóta mondhatjuk azt is, hogy a biztosítottnak nagyjából olyan több 10 milliárd forintos kárfizetést csökkentettük le ezzel a rendszer működtetésével. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.